A Székely Nemzeti Múzeum tolerancia terme adott otthont a Camera Club Psicholorum évértékelő kiállításának. A több mint 200 jelenlevőnek Kinda István múzeológus nyitotta meg az eseményt, köszöntötte Kovács László Attilát, a Camera Club Psicholorum elnökét és a kiállító fotósokat. Nagy Lajos néhány szót ejtett a tárlaton lévő munkák körülményeiről és a fényképezés alapszabályairól. Az alkotások a természetből és a hétköznapokból ihletődtek. Kovács László Attila, a klub elnöke beszámolt az elmúlt egy év országos és nemzetközi kiállításainak sikereiről és díjairól, valamint bemutatta a Camera Club Psicholorum csapatát. 2007-től errefele szervezünk évi beszámoló kiállításokat. Úgy érzük, hogy ezzel tartozunk a közösségünkre, kiállítást el szoktuk vinni legalább három helyszínre, azaz Kovásznára, Kézdivásárhelyre, Csíkszeredában. Ez úgy érzünk, hogy a közösségünk is elég színes, vannak fotók, kézdivásárhelyi fotósok, csíkszeredai fotósok, kovásznai fotósok, brassai fotósok, ezért egy kicsit az ők hazájukba is vigyük el az anyagot, hogy mutassuk meg ott is, mi történik velünk. A tárlatot február végéig nézhetik meg az érdeklődők.